Szoktad azt érezni, hogy borsúzik a hátad, még akkor is, ha mindent helyesen csinálsz? Hozzád dolgozol, elviseled a főnököd rigójáit, kapsz egy bizonyos éves jövedelmet, és ebből próbálsz gyűjtögetni. Teljesen világos, hogy egy nagy profitorientált rendszernek vagy a része, és hogy valami nagyon nincs rendben. A dolgok nem akarnak működni, a rendszer összeomlik. És a nyugdíj. Felejtsd el! Napról napra éled az életed. Anyagi biztonságot szeretnél teremteni, de egyszerűen nem akar összejönni. Szóval, vajon hol fognak ki rajtad a követelmények? Ha meg tudod változtatni a szemléletmódodat, értékrendedet és szokásaidat, egy teljesen másfajta gondolkodásmóddal fogsz találkozni, mely azoknak szól, akik gazdaggá akarnak válni. Pénzügyi szakember, oktató, sikeres befektető és bestseller író. Robert Kiyosaki azért van itt ma, hogy átadja azt fontos információt, ami szükséges ahhoz, hogy megtanuld alkalmazni azt a reális és elérhető tervünket, amely hozzásegít a gazdaggá váláshoz és az egyre növekedő jövedelemhez. Kiyosaki a New York Times egyik legsikeresebb könyve, a Gazdag Papa, Szegény Papa, amelyet több mint 20 millió példányban adtak ki világszerte. A mai napon Kiyosaki osztja meg veled úttörő felismeréseit úgy, ahogy a gazdag apukája tette vele. Ez olyan fontos, amely segít abban, hogy a te dolgozol meg a pénzedért elmélettől, a pénz dolgozik neked elméletig juthatsz. A tudás, amely szabaddá tesz. A gazdag papa, szegény papa esete tényleg két kül édesapa története, két merőben különböző értékrenddel és tanácsokkal. Én nem akarom senki értékrendjét összetörni, de tényleg ez volt a különbség. A szegény apám például mindig azt mondta, járj iskolába, legyenek jó jegyeid, találj egy jól fizető állást, dolgozz keményen, tegyél félre pénzt, önálló, tervezd meg jól a nyugdíjas éveidet. Ez volt a szegény apám gondolkodásmódja. A gazdag apám azt mondta, elég valószínűtlen, hogy így módon meggazdagodj, mivel elég kevés ember teszi ezt ezzel a módszerrel. Te még mindig azt hiszed, hogy ha félreteszed a pénzt, akkor az majd hasznot termel? Ha megvizsgáljuk a dollár alakulását az elmúlt 40-en, azt tudjuk megállapítani, hogy a dollár gazdaságilag arra van kitalálva, hogy minden évben veszítsen az értékéből. Szóval miért tennél egy olyan dolgot félre, amely minden évben veszít az értékéből, és ez mit is jelent a nyugdíjba vonulók számára? Egy évvel a nyugdíjba vonulás után a pénz már veszített az értékéből, miközben a megélhetés drágább lesz. Gazdag apám mindig azt mondta, hogy ez értelmetlen, ezért ez rossz tanács. Még egyszer hangsúlyozom, hogy ő egy teljesen más értékrendet képvisel. Ez persze most mind az ellen szól, amit eddig életed során hat. Ez egy nagyon fontos diagram, amit a gazdag apám mutatott meg nekem, amikor még kisfiú voltam. Az úgynevezett pénzáramlási diagram, amelynek a lényege, hogy négy különböző embertípus létezik az életben. Gazdag apám azt mondta, hogy minden üzlet végén az E-k állnak, az E az alkalmazottat jelenti. Ők azok, akik tudod mondani, hogy ránézésre ők alkalmazottak az értékrendjeik alapján. Ők azok, akik mindig ugyanazt mondják, és egy biztonságos, fix havi jövedelemmel rendelkező állást keresnek. Ez ami miatt ők alkalmazottak, mert számukra a biztonság a lényeg. A következő betű az S. Ők az egyéni vállalkozók, az ő értékrendjük hasonlít az első szegmensére. Ha azt akarod, hogy jó legyen elvégezve a munka, akkor csináld magad, saját magad. Az S betű szól, vagyis egy személy, aki saját magának dolgozik. A diagram jobb oldalán fent a B-k állnak, gazdag apám szerint a B nagy üzlet, big business, ezt jelenti, vagy B, mint például Bill Gates, azok sorolhatók ide, akiknek 500 feletti alkalmazottaik vannak, ők teljesen máshogy gondolják. Ők a jól működő hálózatot, rendszert keresik, és a legjobb embereket, akik működtetik vállalkozásaikat, ők nem olyanok, mint az S-ek, nem akarják maguk irányítani a cégeiket, hanem azt akarják, hogy a megfelelő emberek vezessék cégeiket ő helyettük. A negyedik szegmens az úgynevezett I, ami befektetőt jelent. Ezeknek az embereknek van pénzük, amit be tudnak fektetni. Nekik vannak embereik, akiknek az alkalmazottjai keményen dolgoznak. Az E és S kategóriába tartozó emberek az I és B-nek dolgoznak. Tehát fiatal koromban szegény apám azt mondta,
Robert, jár iskolába, legyen jól fizető állásod. Tehát szegény apámnak az alkalmazotti lét tartozott bele az értékrendjébe. Ezek azok, akik állást akarnak, biztonságos fizetést és jutalmat. Gazdag apám azt mondta, tudod, Robert, ha tényleg gazdag akarsz lenni, akkor tanuld meg, hogyan kell üzletet építeni. Észszerűbbnek tűnt számára olyas valamiért keményen dolgozni, ami a tulajdona, és amit generációkon keresztül továbbadhat a gyermekeinek. Szegény apám azt tanácsolta, dolgozz keményen, míg gazdag apám azt vallotta, hogy miért is dolgoznál keményen olyan dologért, ami soha nem lesz a tiéd, és még el is küldhetnek egyik napról a másikra, ez is nagy különbség volt két apám szemléletmódját tekintve. Szóval gazdagapám azt javasolta, hogy tanulj meg üzletet építeni, és tanuld meg, hogyan kell befektetővé válni. Hatalmas különbség, hogy a diagram bal oldalán lévők a biztonságért dolgoznak, a jobb oldalán lévők pedig a szabadságért. Ők nem akarnak állást betölteni, és életük végéig dolgozni. Az üzletépítés és a befektetővé válás nagyszerű dolog. Egy úgynevezett passzív jövedelmet jelent. Ugyan pár évig keményen dolgozol, de valószínűleg életed végéig élvezheted munkádnak gyümölcsét. Az előbb említett négy embertípus közül te melyik csoportba tartozol? Az egyik oka annak, ami miatt én a hálózatépítést egy tökéletes üzletnek tartom, az, hogy megkapod az üzletág által azt a szakmai tudást, amitől gazdag leszel. Soha ne feledd el, hogy nem a pénzt tesz gazdaggá, hanem a tudás. Épp ezért tökéletes a hálózatépítést, mert annyi ideig vagy benne, amíg meg nem tanulod, amíg el nem sajátítod a tudást, amiből pénz származik, és ez egy életen át tartó tanulás. A másik előnye a minimalizált költség, milyen más rendszerbe tudsz még $500 ilyen szaktudást elsajátítani. Azoknak az embereknek, akik át akarnak kerülni a bal oldalról a B-szegmensbe, és ezt én nagyon ajánlom is, nagy előnyként említendő a hálózati marketinges cégeknél, hogy azt kevés pénzzel is el tudják kezdeni. Ha például egy Microsofthoz hasonló céget akarnál alapítani, akkor az több százmillió dollárba kerülne, azonban egy hálózatépítő cégnél lehetőséged nyílik, hogy igen kevés költséggel indulj el, nem kell elsietned semmit, és lassan át tudsz kerülni a jobb oldalra. Az az oka annak, ami miatt az idő fontos az emberek számára, hogy sok időbe telik, amíg megváltoztatják az értékrendjüket. A legfontosabb, hogy a rászánt idő elteltével, ez lehet 1-2-5 év, vagy amennyi szükséges, hogy amikor felfedezed a jobb oldalnak az értékét és az értelmét, akkor meg sem lehet már téged fékezni. Ma már soha nem mennék vissza, hogy betöltsek egy állást, miért is tenném? Inkább maradok a jobb oldalon, cégeket alapítok, kevesebb adót fizetek és több pénzt keresek. A lényeg az, hogy szegény apám értékrendjéből át kell váltani gazdag apám értékrendjébe. Pontosan ez teszi olyan nagyszerűvé a hálózatépítést, hogy időkorlát nélkül segítenek neked az átváltásban. Az első lépés az üzlet kiépítése, ez a legokosabb dolog, amit csak tenni lehet. És közben te mindenhol azt hallottad, hogy a jól bevált vállalati rendszer alapján a legbiztosabb a sikered. Évekkel ezelőtt elhatároztam, hogy nem követem a vállalati rendszert, egyszerűen azért, mert úgy éreztem, hogy nem az én világom. Szegény apám mindig mondta, jár iskolába, legyen egy jól fizető hivatali vagy nagyvállalati állásod. Míg a gazdagapám azt mondta, miért dolgoznál olyan keményen egy dologért, ami soha nem lesz a tiéd. Ráadásul el sem tudod adni vagy továbbadni gyermekeidnek a pozíciódat. Ennek számomra nincs sok értelme, ettől sokkal több értelme van annak, hogy felépítsem a saját üzletemet és felvegyek embereket. A másik ok az, hogy nincs sok beleszólásod, és nem tudod irányítani a sorsod, ha alkalmazott vagy. Például bármikor elbocsáthatnak, vagy a manapság elég divatos fúzióra lépés, egyik cég megveszi a másikat során, könnyen áldozatul lehet esni, akármilyen kiváló alkalmazott vagy ha az új cég egyszerűen elküld. Álljunk meg egy szóra. Ez túl jól hangzik ahhoz, hogy igaz legyen. Olyan, mint például egy piramis játék? Ez nem piramis játék. Ezen nem csak például egy éjszakán át kell dolgozni, hanem ez nyilván időigényes.
Még mindig emlékszem, amikor 1978-ban meghoztam azt a döntést, hogy véglegesen felmondok, onnantól kezdve, amíg épp kiépítés alatt álló cégemtől kellett függnöm teljes egészében. Tehát megértem azt, aki fél. Azonban a legfontosabb dolog, amit meg kell jegyezni, hogy kétféle ember létezik a világon. Az egyik típus azt mondja, hogy ez úgysem fog neked sikerülni. Ez az, amit általában a közeli hozzátartozók és barátok mondanak, úgysem vagy elég ügyes, ne tedd. A másik típus azt mondja, gyerünk, úgyis meg tudod csinálni, ne aggódj, majd segítünk. Tehát nagyon fontos dolog a család és a barátok támogatása. A hálózatépítő cégek egyik nagy előnye, hogy olyan emberrel vagy kapcsolatban, aki támogat és segít, amíg át nem kerülsz a bal oldalról a gazdagapám oldalára. Amikor azt gondoltad, hogy a magad ura vagy, az egy álom volt csupán? Az önállóvá válásban az egyik nagy kihívás, hogy saját magadnak vagy a főnöke, és magadra számíthatsz, mint az S-szegmensbe tartozók, ahol csak az egyén szerepel és egyedül csinál mindent, amíg a B-szegmensben csapatmunkáról van szó, tehát függsz a csapatottól, és kell, hogy tudj rájuk számítani. Tehát a probléma az S-sel, hogyha mondjuk autóbalesetet szenved, akkor megszűnik a bevételi forrása. Vagy ha például idős lettél, és nem halmozódott fel elég pénzed ahhoz, hogy nyugdíjba vonulhass, az azt jelenti, hogy valószínűleg életed végéig dolgozni fogsz, mert nincs a háttérben senki más, akire számíthatsz. Például egy csapatban, akikben megbízhatnál. Tehát az S-sel is az a probléma, hogy sok ember szerint őket elégedetté teszi az ilyen típusú munka, azonban ez egy egyemberes tevékenység, ahol teljesen magadra vagy hagyva. Én személy szerint inkább egy csapatnak vagyok a tagja, ahol számítanak rám, és én is számíthatok rájuk. Úgy hangzik, hogy ez pofon egyszerű, de a változás olyan nehéz. Mindenki tudja, hogy a világ változik, de gyakran mi magunk nehezítjük meg a változást, és mint idősebb ember, hiszen én sem fiatalodom már, néha én is igen nehezen változtatok. Szerintem nagy előnye a hálózati marketingnek, és ami miatt jól működik, hogy van idő a mentális, lelki és testi változásra, ami ahhoz kell, hogy az alkalmazotti oldalról lassan átkerüljünk a gazdagapám oldalára. Szerintem ez egy nagy dolog. Egy elegáns és türelmes útja annak, hogy változtasson az ember az életén. Kérlek, ne felejtsd el, hogy a változás mindig nehéz, de sokszor mindannyian tudjuk, hogy meg kell tennünk a kellő lépéseket, és ha érzed, hogy itt az ideje, hogy te is változtass, akkor lehet, hogy a legjobb választás egy hálózatépítő cég. A hálózati marketing talán valóban számodra a legmegfelelőbb üzleti lehetőség. További információért lépj kapcsolatba azzal a személlyel, aki ezt a videót adta neked.